Köszöntelek benneteket mai rendkívüli testületi ülésünkön. Jelenlétéből megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egy képviselő hiányzik, nem jelezte, hogy miért nem jön, nem tudjuk. Megkapta mindenki az írásos előterjesztést, ugye? Mi vagy rendkívül, és ugye egyebek napi rendi pont nincs, de meg van egy kis bejelenteni valam egy-két dolog, azt mindenképpen a napi rendi pontok után egy pár dolgot szeretnék veletek megosztani. Aki így el tudja fogadni, ezt kérem készletartása jelezne. Köszönöm egy hangon, és a továbbiakban ővel folytatom. Mindjárt érünk is akkor az első napi rendi pontunkra. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása. Ugye itt is kiküldtük az írásos előterjesztést. Erre azért van szükség, mert aki kiépítette a rendszert, illetve vállalta egy évre a karbantartást, ő kapacitás hiányában nem tudja vállalni tovább. Ők ajánlották ezt a céget, aki melléketünk be is a szerződés tervezetét, hogy ők együtt dolgoztak már többször, meg segített be nekik, tehát ő ajánlásukkal került ez ide be. A kört megfuttattuk a rendőrség illetékes szerveibe is, tehát ők is támogatják, illetve megnézték, hogy ez a szerződés módosítás mibe érinti őket, mert ugye ezt közösen kell aláírni, egy három oldalú megállapodás. Ők is támogatták, a javaslatom nekem is az lenne, hogy támogassuk, és kössünk velük szerződést. Nem tudom, ebben kapcsolatban van-e valami kérdés felmerült-e? Igen? Az összegekre maradtak körülbelül ugye a karbantartási összegek? Egy kis változás van, egy minimális változás, de nem tudjuk, tehát ezt meg kötelességünk a karbantartást is fenntartani, illetve akármi probléma van, ha nincs karbantartónk, akkor hiába van kamerarendszerünk, mert ugye a megállapodás alapján mi működésre átadtuk a rendőrségnek a rendszert, viszont a karbantartás a mi feladatunk továbbra is, meg ennek a működésnek a biztosítása. A pályázat fenntartása is ezt előírta, úgyhogy szinte ugyanannyi az összeg, egy kis eltérések vannak benne, mert ők nem pont úgy számolnak, mint ahogy az első cég számolt. Tehát valamit unblock számít, valamit külön kiszállásra számít, tehát, de szinte lényegi különbségek nincsenek benne. Valakinek ebben kapcsolatban van kérdése? Hát amennyiben nincs, akkor meg is tenném a határozati javaslatot. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása. Nagy dolog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztésben foglalt együttműködési megállapodást módosítást elfogadja, és aláírásra felhatalmazza a polgármestert. Aki egyetért vele, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm egyhangú. Kettes számú napirendi pontunk. Kossuth utca önkormányzati kezelésébe levő útszakasz és a Gábor Áron utca forgalmi rendjének szabályozása. Ugye részben erről az elmúlt testületülésen már beszéltünk, hogy milyen problémák, illetve még merültek fel a rendőrség részéről. Én kibővítettem a Gábor utcán lévővel is, hogy erről nem beszéltünk az előző ülésen, csak közben jártam a falut, és akkor azt a helyet is észrevettem, ahol szükség volna egy kötelező arradási irányra. Nem tudom, a térképen be tudtátok azonosítani, hogy melyik helyről van szó. Ugye mindenképpen azért lenne róla szó, mert az utca végén, hogy a Bécsi utcába befordulunk, ott kim van az egy irányú, befordul jobbra, az Ignácsonyék közéről beszélünk, végigmegy, kiér a Hegeri Sanitáiknál a másik útra, ott nincs táblája jelenleg, hogy csak jobbra mehet. Minden meg egy irányú kim van. Tehát, hogyha szembe megy, akkor ő igazából nem követette el szabálysértést, mert szembe megy, de a szűk út az meg nem engedi, meg ott mindig problémák lehetnek. Ezért javasolnak oda is kitenni egy kötelező haladási irányt, hogy akkor tartsuk be a rendes körforgást ott a Vécsi utca, illetve a Gábor Áron utcába. Ugye a Kossuth utcán, amit beszéltünk, a javaslatok akkor az lenne, hogy levesztük ezt a kötelező haladási irányt, amit kim van ilyen fél árbócon a napsugár előtt, hogy befordulunk mindjárt a 63-asról, mert ugye most igazából sehova nem mutat.
azt levennénk, itt megszüntetnénk ezt az egyirányosítást. Az első ház előtt, a bodáék előtt, ott pedig lepuszultattam az ágat, hogy látszódjon, hogy egy irányú van, mert ott meg már nem látszottak a bokrok, ott az ágat visszavágtuk, az látszik, illetve amit beszéltünk az óvoda előtt, az üzletek előtt, hol beparkol valaki, onnan csak jobbra fordulhasson ki, és akkor nem engedjük, hogy szembe menjenek azon a szakaszon. Viszont a napsugár előtt, ahol a széles rész van, ott oda kibe, ugyanúgy akkor mehetnek a járművek, biciklik, gyalogosok, akármi. Ebben kapcsolatban van valami kérdésetek? Nincs, akkor szerintem is elég egyértelműen le is volt rajzolva, meg ezt átbeszéltük a múltkor is. Akkor itt van két határozati javaslat, az egyes számú határozati javaslat. Kossuth utca önkormányzati kezelésében lévő útszakasz forgalmi rendjének szabályozása. Nagydarog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete, mint a közút kezelője úgy dönt, hogy a Kossuth utcában a Napsugár vendéglő és a Kóbolt keresztezésében található egyirányú haladás irányt mutató kereszttáblát leszereli. Egyidejűleg a Kossuth utcában a 38-as számú ingatlan előtti utálogozás elé az alábbi közlekedési táblát helyezi ki az előterjesztés melléklete szerint, ugye benn volt rajzon, hogy kötelező haladás irány jobbra. Aki ebben egyetért, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Kettes számú határozati javaslat. Gábor Áron utca forgalmi rendjének szabályozása. Nagydarog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete, mint a közút kezelője úgy dönt, hogy a Gábor Áron utca és a Gábor Áron telepet összekötő 999-es helyrezi számú út kereszteződésébe Gábor Áron utca 13/A számú ingatlan mellé az alábbi közlekedési táblát helyezi el az előterjesztés mellékete szerint, itt is egy kötelező haladás irány jobbra. Aki egyetért vele, ezt kérem készítettetésre jelezze. Köszönöm, egyhangú. Hármas számú napirendi pontunk, ismét van egy iskolánk. Együttműködési megállapodás megkötése Szekszárdi Szakképzési Centrum 1-es Első István szakképzési iskolájával. Ugye itt már több iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, itt megint arról van szó, hogy a kötelező minek mondják, kötelező 50 órás gyakorlatokat kell a diákoknak letudni, és most keresed meg azt hiszem két szülő is van ebből az iskolából, ahol van két gyerek, aki ebben az iskolában szeretnék itt az önkormányzatnál ezt megcsinálni, és ugye ez annélkül nem működik, hogyha nem kötünk egy megállapodást az iskolával, ővelük még nem volt, most már reméljük lassan végérünk már minden iskolán, hogy tudjunk velük kötni ilyen szerződést, ne akadályozzuk, én is azt mondom, hogy ne akadályozzuk ebben, hogyha a nagy öreg helyben szeretnék ezt a közmunkát ledolgozni, akkor meg tudják ezt itt tenni. Önkéntes munka, de hát közmunka, önkéntes közmunka. Ez kötelezően elő van írva, tehát igazából közösségért végzett munka, ez így szabályozza. Ebben kapcsolatban valami kérdés nincs, akkor mondanám is a határozati javaslatot. Együttműködési megállapodás megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrum Első István szakképzési iskolájával. Nagydarog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a Szekszárdi Szakképzési Centrum Első István szakképzési iskolával az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint együttműködési megállapodást köt. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Aki egyetért vele, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Négyes számú napirendi pontunk. A hatodik a szerda, az nekem jó, de én nekem csak az a csütörtök péntek, nem jó, az jó, a hét. Azért pontoztuk ki, tehát általános célú közmeghatartatás kitűzése. Minden évben ugye kötelezően előír, vagy egy közmeghatartatást tartani kell a képviselőtestületnek. És kipontoztuk egyel az időpontot, mert amikor a múltkor említettük, beszéltünk róla, akkor még hetedikét lőttünk be, de az közben jegyző azt, hogy problémás a hetedikei nap. Most akkor a hatodika, bocsánat, elveszem is a naptárt, talán nézek, hogy... Igen, a vasárnap este, mert
Hogy? Hát akkor jön a Mikulás, a december 6-a. Ja, igen, akkor Mikulás, igen. 5-e, 6-a. 5-e, 6-a, akkor utána 8-a van még péntek. Az nem, tehát az a 7-e, 8-a az, ami nem jó. Akkor legközelebb csak 11 lehet már. Jó. 4-e már később. Vagy 4-e hát, hétfő. Hát belefér a kihirdetésbe, belefér, nem? Vagy 15. Akkor az jó. 4-e hétfő. Hétfő, jobb, mint a 6-a szerintem, mert akkor még hát, ha mennek gyerekes családok, nagymamák érintettek vagyok, nagyszülők, nagypapák. 12. hó. 0-4 és óra. Órában mit állapodjunk meg? Javaslat? Mi 17 órától, mert akkor már a 4-esen van. Tehát 4 órától már sötétedik, tehát már haza is érnek, vagy korai még? Hát szerintem az 5 óra az nem jó, mert téli időszakban már tényleg 4 órakor sötétedik általában már, hogyha akkor legyen 17 óra. Valami másik javaslat időpontra? Akkor mondom is a határozatot, határozati javaslatot. Tehát közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Nagy dolog, nagy község önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy 2017-12. hó 4-én 17 órakor általános célú közmeghallgatást tart, képviselő testület üléssel egybekötve. Közmeghallgatás helye, sportcsarnok klub helysége. A képviselő testület felkér a polgármestert, hogy az egyes pontban foglaltartóra a lakosságot a helyben szokásos módon értesítse. Aki ebben egyetért, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Ötös számú napirendi pontunk. Paks többszéli kistérségi társulás társulási megállapodásának módosítása. Na most ugye azért volt szükség, mert Süli János Paks polgármestere, ugye miniszteri kinevezést kapott, így le kellett mondani neki a polgármesteri pozícióról, és ugye a kistérségben a Süli János volt a kistérségnek vezetője. Ugye azóta lezajlott a választás Pakson is, Szabó Péter, aki előtte alpolgármesterként regnált, őt választották meg polgármesternek, és most azért kell ezt a megállapodást módosítani, ugye név cserélődik benne, mert ugye alapból úgy van a megállapodás, hogy mindig Paks polgármestere a kistérségnek a vezetője is. Ezt alapból a polgármesterek már ott előzetesen elfogadták, és azért is lett ez a határozati javaslat kiküldve minden településre, akik kistérségen mellül vannak. Igazából csak névváltozás, a többi része nem változik benne, csak a nevet cserélnénk ki, hogy eddig ugye Süli János volt. Most az átmeneti időszakban Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere volt, a helyettes, tehát ő vitte kistérséget, de innentől kezdve akkor Szabó Péter lenne. Ebben kapcsolatban van valami kérdés? Ha nincs, akkor mondom is határozati javaslatot. Paks többszörű kistérségi társulás társulási megállapodásának 26-as számú módosítása. Nagy dolog nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a Paksi többszörű kistérségi társulás társulási megállapodásának 26-as számú módosítását elfogadja. Aki egyetért vele, azt kérem készletetesen jelezze. Köszönöm, egyhangú. 6-os napi rendi pontunk, Paks és környéke hulladékgazdagodási önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása. Itt is ugyanarról van szó, ugyanaz a névcseréről van szó, ugyanaz volt, hogy a Süli János polgármester úr volt előtte, de most Szabó Péter lenne. Tehát ugyanaz a verzió, csak hogy itt a hulladékgazdák, az önkormányzat, kevesebben vagyunk, mint a kistérségében, tehát a megleheték alapján csak akik ebben benne vannak a hulladékgazdák, azokat érinti. Ebben kapcsolatban valami kérdés, akkor itt is mondanám a határozati javaslatot. Paks és környéke hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítása. Nagy dolog nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a Paks és környéke hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítását elfogadja. Aki egyetért vele, azt kérem készletartásra jelezze.
Köszönöm, egyhangú. Hetes számon napirendi pontunk. Kaposmenti hulladékgazdálkodási önkormányzati társulási társulás megállapodásának 2017 évi módosítása. Ugye ebben arról van szó, hogy a kiküldött anyagot is megkaptátok, hogy ugye van tag 1, tag 2, tag 3 verzió a kapos hulladékba. Ugye mi meddig már benn voltunk a tag 2-be, mikor a hulladék relakunknak a rekultivációját a kapos menti hulladékgazdálkodási cégek közös projektben csináltuk meg, akkor tag 2 jogokat élveztünk, ami tulajdonjogokat nem élveztünk, csak a maga a projektre volt, a pályázatra volt fenntartva, ami továbbra is fenn kell tartani, addig, amíg a pályázat fenntartási határideje van. De most így, hogyha mint ahogy olvastátok a mellékletben, ugye, hogy elfogadták, hogy mi belépési szándékokat adtuk, hiszen erről mi is döntöttünk, hogy be akarunk, bekívánunk oda lépni, hogy elfogadták, így most tag 3-as pozícióba kerülünk a kapos hulladéknál. Ez már ugyanúgy tagi jogokat is ad a nagy dolog településnek is. Ez a napirendi pont, úgymond, ez erről szól, itt ugyanúgy benne van a társulási megállapodás, hogy kik vannak benne, itt ebben már van nagyon sok település, ugye a kapos mentek, aki benne van, hogy ezt minden településnek el kell fogadni, mert csak úgy működhet a társulás továbbiakban. Ebben kapcsolatban van-e valami kérdés? Most nem tudom, ebben benne volt-e, hogy itt is Szabó Péter, benn volt, ugye? Benn volt ebben ugyanúgy. Igen, itt már ugye, a Szabó Péter van már benn, mivel hogy ő fogja ugyanúgy a társulást képviselni, mert ugye mi itt vagyunk egy hulladékgazdálkodási társulás, egybe léptünk be oda, és aki a társulást fogja képviselni továbbra is Paks polgármestere. Nem tudom, erre van-e, azt mondja. Ez a hosszú határozati javaslat. Ja, van egy hosszú, igen, egy hosszú határozati javaslat. Kérdezem, hogy ebben kapcsolatban van-e valami kérdés? Alapból ugye, még egyszer mondom, tehát egyszer már eldöntöttük, hogy belépünk, ennek most csak a papíros formáját kell lezongorázni, és ehhez kell ezeket a társulási megállapodásokat módosítani. De felolvasom végig ezt a hosszú határozati javaslatot, hogy pontos legyen. Kaposmenti hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodásának 2017 évi módosításairól. Nagydarog nagyközségi önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a társulási megállapodás módosításairól szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta. Nagydarog nagyközségi önkormányzat elfogadja a Domovár és vonzás körzete részéről érkezett társuláshoz való csatlakozási szándékokat. Kettes pont. Elfogadja a társulási megállapodás 5/1-es pontjában lévő módosításokat, idézett. A tagok megállapodnak abban, hogy a projekt egy keretében megépülő létesítmények a társuláson belesi tag egy tulajdonába kerülnek. Tehát tag egy a régi tagok, akik voltak a kapos hulladékban. Hármas pont. Elfogadja a társulási megállapodás 5/4-es pontjában lévő módosításokat. Hadd mondja végig, ez a KEOP milyen számú kaposmenti hulladékgazdálkodási program projekt egy keretén belül megvalósuló létesítmények, a társulás tag egy, mint a projekt kedvezményezete tulajdonában kerülnek, azt üzemeltetésre, közszolgáltatásra társuláson belüli tag egy adhatja ki. Negyedik pont. Elfogadja a társulási megállapodás 10/3-as pontjában lévő módosításokat. A társulás nyílt, más önkormányzatok, amennyiben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladataikat a társulási megállapodásban foglalt integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül kívánják megoldani, bármikor csatlakozhatnak, és a társulási tanácshoz intézett írásos csatlakozási kérelmet nyújthatnak be. A csatlakozási kérelemről a csatlakozással összefüggő vagyoni költségvetési hozzájárulásukkal kapcsolatos kérdésekről, a szavazati arányok alakulásáról a társulási tanács minősített többséggel hozott döntésével előzetesen állást foglal.
A csatlakozás a társulási megállapodás módosítását igényli. A csatlakozást követően a tagok szavazati aránya a társulási megállapodásban rögzített elvek szerint kerül megállapításra és a mellékletben rögzítésre. A csatlakozó tag, továbbiában a tag 3 jogai és kötelességei, a projekt 1-hez kapcsolódó jogok és kötelességek kivételével, tag 1 jogaival és kötelezettségében megegyezik. Tagok 3 névsora a megállapodás 4-es számú mellékletében kerül felsorolásra. 5-ös pont. Elfogadja a Paks és vonzás körzete részéről érkezett társuláshoz való csatlakozási szándékokat. 6-os pont. Elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, a társulás 11/2017, 2017. május 3, KHÖTT határozat alapján. 7-es pont. Elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, a társulás 15/2017, 2017. június 9, KHÖTT határozat alapján. Na, ennyi volt az egész határozati javaslat. Aki így el tudja fogadni, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Akkor a napi rendi pontokon mégis értünk. Akkor én mondanám, amit az elején mondtam, egy-két dolgot szeretnék megbeszélni. Kaptunk egy levelet ugyanúgy a Kaposvári Hulladékgazdasági Nonprofit Kft-től, amit itt felolvasnak, illetve kérték, hogy ezt a helyi gyakorlatnak megfelelően értesítsük a lakosságot róla. Tisztelt polgármester úr, nagy dolog képviselő testületek érte csatlakozás lehetőségét a Kaposmenti Hulladékgazdasági Önkormányzati Társuláshoz. A társulás 2017. június 9-én hozott döntésével jelentkezésüket elfogadta, és teljes jogú tagságot biztosított nagy dolog település számára. A fenti határozatok alapján 2017. november 1-től kezdődően nagy dologon jogszerűen a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására a Kaposvárali Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vált jogosultá. Kérem, hogy a változásról helyi gyakorlatok megfelelő módon a szolgáltatást igénybevőket tájékozkodni szíveskedjenek. És azért gondoltam, hogy ezt itt mindjárt el is mondom testületére, és hogy akkor a képviselők is tájékozódjanak róla, illetve majd ugyanúgy ezt a honlapon is ki fogjuk tenni, és meg fogjuk osztani. Felmerült egy gondolat bennem, hogy ezt is el kell, hogy mondjam a képviselőknek, illetve egy a televízión keresztül lakosságnak is. Mostanában többen megkerestek engemet, éppen képviselő testületi tagokat, vagy a jegyzőasszonyt, az állattartási problémákkal kapcsolatban, hogy éppen szomszédban hogy van, mint van, hogyan van. Én ezt így szeretném felolvasni nektek, hogy hogyan van a rendeletben, és mire van jogosultságunk, és mire nincs. Hogy ebben tisztában legyetek, hogyha valaki kérdezi, akkor tudjatok válaszolni, hogy miért nem hozunk döntést, vagy miért nem hozhatunk. Ez konkrétan leírtuk, hogy tájékoztatás. Az elmúlt időszakban a mezőgazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatban felmerült ügyek kapcsán tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet és a tisztelt lakosságot, hogy az élelmiszer láncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi 46-os törvény 6. paragrafusa 6 bekezdés értelmében mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben jogszerűen nem korlátozható. Azaz, az önkormányzatok ma már nem alkothatnak olyan önkormányzati rendeletet, amelyben a tartható mezőgazdasági haszonállatok maximális számát meghatározzák. Tehát mi testületileg nem hozhatunk rendeletet, nem hozhatunk erre döntést. Ezen rendelkezés 2012. október 1-én napjától hatályos, mely időponttól kezdődően az önkormányzatok képviselő testületei kötelesek voltak hatályon kívül helyezni azon önkormányzati rendeleteiket, melyek az a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozóan korlátozást, egyedszám előírást tartalmaztak. Ezen kötelezettségének megfelelően Nagy Dolog Nagykőség önkormányzatának képviselet testület és hatályon kívül helyezte vonatkozó szabályozását az állattartásra szóló 3/1992 5.18 rendeletben.
Tehát a mezőgazdasági használatok egyetszám korlátozása 2012. október 1-je óta általánosan helyi jogalkotás útján már nem, hanem konkrét esetben, amennyiben az ügy kivizsgálását követően az illetékes állatvédelmi és vagy állategészségügyi hatóság a tartási körülményeket súlyosan jogszabálysértőnek, az állatok védelméről szóló 1998 évi 28-as törvénybe, illetve mezőgazdasági használatok tartásának állatvédelmi szabályról szóló 32/1999 31 FVM rendeletbe ütközőnek ítéli, állatvédelmi vagy állategészségügyi hatósági eljárásban, illetőleg birtokvédelmi eljárásban lehet mód. Tehát ezt azért kívántam, hogy itt felolvassam, illetve a televíziók meg a képviselőnek ezt elmondjam, hogyha valaki ilyennek keresik, vagy képviselőnek, nem tudunk. Van nálunk egy lista, a titkárnő Évi, aki eddig is jött, kiadtuk az a listát, hogy milyen probléma, melyik hatósághoz lehet fordulni. Nincs hozzá jogkörünk. Ezt úgy kívántam, hogy ezt elmondjam nektek, hogy tisztában legyetek vele, és így tudjátok tovább tájékoztatni a lakosságot, hogyha ilyen felmerül. Van még egy problémám. Igazából még nem problémám, csak megjegyezném. Tehát, mint tudjátok, amikor a költségvetést alkottuk, akkor mondtuk, hogy 5 millióval kevesebb lett a szociális keretünk az idei évre, mint a tavaly évben, amit kaptunk. Na most ezt mi precízen be is osztottuk, el is osztottuk, éppen nullára ki is fogunk vele futni az év végére. Viszont ugye felmerül a kérdés, hogy akkor, mert azért mondom, ez még nem napirendben van, azért mondom, hogy felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk abban, amit ugye tavaly előtt is osztottunk ki, úgymond karácsony előtt, akiknek tudtunk valamit osztani, mert most jelen pillanat alapján ezt csak saját büdzséből tudjuk megoldani, nincs hozzá szociális keretünk. Tehát ki van mutatva, elfogyott a szociális keretünk, hát bocsánat, el fog fogyni most, amennyi még, amit ki kell fizetnünk az év végéig, el fog fogyni. Ezt kimutatást Anita elvégezte, összeadtuk, tehát szinte pont nullára fogunk kifutni. Ehhez is azért csináltattam ilyen kimutatásokat, hogy hogy állunk létszámilag meg ugye tavaly évben és tavaly előtt is a 14 év alattiak, illetve 60 év fölöttiek kaptak 5-5000 forintos vásárlási utalványt, étkezési vásárlási utalványt. Ha ezt a... Mindjárt kigyűjtöttem. Ha ugyanazt a verziót adnánk most, ahogy a létszám alapján, ahogy mutatkozik, 60 év feletti, illetve 14 év alatti, akkor összesen 4.750.000 forintot kellene saját büdzsébe hozzátenni. Ha esetleg olyat csinálunk, hogy 70 év felett és 14 év alatt, akkor ez 3.025.000 forint. És külön-külön is lebontottam, 70 év felett, ha csak 70 év felettieknek adnánk, akkor az 1.315.000 forint. Ha csak 60 év felettieknek adnánk, ez 3.040.000 forint. Ha csak a 14 év alattiaknak adnánk, az 1.710.000 forint. Illetve felvetődött, mert tavaly is ez probléma volt, ugye ezek az állandóan lakottak nagy dologon, ez a létszám. Viszont van, aki csak tartózkodási helyen rendelkezik, nem állandó lakott nagy dologon. Ha ezeket is belevesszük, akkor ha az összlétszámhoz hozzáteszünk, az 230.000 forintot jelentene pluszba, ha a tartózkodási helyen lévőket is belevennénk. Ez úgy van tételesen kibontva, hogy 60 év felett van 12 fő, 70 év felett 5 fő, és 14 év alatt 29 fő, aki csak tartózkodási helyen szerepel nagy dologon. Ezt csak egy ilyen gondolatindítónak gondoltam, hogy elmondjam nektek, a pontos számokat, ha kell, akkor megírom nektek, hogy erre valami javaslatokat kérek tőletek, hogy ebből valami napirendit is tudjunk alkotni, hogy ha mit döntünk egyáltalán, vagy hogyan képzeljük. A 4.750.000 lenne. Plusz a tartózkodási hely, akkor az pedig, mindjárt mondom, nem,
nem, mert itt ugye benne van a 70 év feletti külön, a 25 lejön, az 205. 205 menne hozzá a 4.750.000-höz. Hát 5 millió forint. Ha a tartózkodási helyeket is belevesszük. Tavaly ennek a felét tettük hozzá, ugye körülbelül? Nem, tavaly... valamennyit sem. Valamennyit, ugye 1 milliót szavaztunk meg, de nem kellett annyit felhasználnunk, úgy alakult a szociális keretünk, olyan 500.000 forintot kb. Annyit tettünk hozzá, hogy ezt ki tudjuk fizetni. Ez úgy volt meg. Egymilliót szavazott meg a testület arra, hogy erre különítsünk el, de nem használtuk fel, hogy az egymilliót egy ilyen 500.000 forint kellett hozzátenni, hogy ki tudjuk fizetni. De tavaly nagyobb volt az összeg, akkor több volt ez a létszám, akkor 5.400.000 volt szaklipak. Most nincs annyi, de hát ez az egyhetes adat, tehát ez kb. Egyhetes legyűjtés a népességi nyilvántartóban. Jó, ez csak egy gondolat, tényleg gondoltam, hogy ezen gondolkozzatok el, hogy ebbe mit tegyünk, mert közeledik a december. Illetve még szeretném azt elmondani, hogy elmondtam én már ezt riportban Nagy Dolog TV-be, de ugye keresnek meg többen, ugye látták, hogy a pályázatokat nyertük, a topos pályázatokat, és már kivitelezők is próbálkoznak, jelentkeznek nálunk, hogy mikor adtak be a pályázatot, meg hova, meg mint. Úgy szeretném elmondani itt tévézelőt, meg nektek is, hogy erre is hoztunk egy döntést. A Bujdosó közbeszerzési iroda viszi véghez a közbeszerzéseket. Tehát ha valakinek pályázni kíván, akkor a Bujdosó közbeszerzési irodát kell keresni, nem mi, a Nagy Dolog önkormányzat döntünk benne, hogy ki legyen a kivitelező. Ugye ezt is, hogyha valaki esetleg megkeres benneteket, akkor Bujdosó közbeszerzési iroda. Szerintem a megyei topos pályázaton kb. 80%-át ők viszik. A megyében ugye mi kötöttünk egy megállapodást a projekt levezetésével, és a megyében kötött közösen a Bujdosó közbeszerzési irodával egy szerződést, tehát ők bonyolítják a szerződéseket. Hogyha valakinek olyan szándéka van, hogy szeretne valamelyik projektünkre pályázni, akkor őket kell keresni. Ezt is kívántam, hogy elmondjam nektek, illetve tevézzének, de mondom, ezt én már elmondtam egy riportban, de valószínű, hogy nem mindenki hallotta. Jó, én ennyit kívántam mondani, és akkor lezárnám a testületésünket. Köszönöm a részvételt.